Ha a mondó létezett volna a gyerekkoromban, akkor valószínűleg most sokkal jobban reagálnék a vészhelyzetekre és a stressz helyzetekre, mert hogy bármi történik velem, én néma maradok, és földbe gyökerezik a lábam, nem tudok reagálni a helyzetre. Éppen ezért én azt a két kártyát választottam, amit nagyon-nagyon sokat mutogatok a kisfiamnak. Az egyik az, hogy ha bántanak, segítségért kiáltok, kiabálhatok hangosan. A másik pedig, hogyha nem tudok beszélni, másképpen csak csapok zajt. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindenki számára, és már gyerekkorban erősíteni kell azt, hogyha tényleg bármi olyan ér kiskorban, amely kellemetlen vagy veszélyes, akkor igenis lehet hangoskodni, lehet kiabálni, fel lehet hívni a felnőttek figyelmét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél több bátor gyerek legyen az iskolában. Segíts te is, hogy minimum 40 iskolába eljusson a mondó, és a tanárok és a gyerekek a mondó segítségével tanuljanak együtt.